dinamikus fogyasztás az elmúlt 20 évben megduplázódott, és ennek az oka a népsességi növekedés, és a túlzó egyéni igények több jövedelme van az embereknek. 2019-ben 360 millió tonna húst fogyasztott el a világ, 2019-ben az egy főre jutó átlagos húsfogyasztás 69 kg volt a fejlett országokban. A leggazdagabb országokban 121 millió tonna hústerméket adtak el, a húspiac helyzete és a kereset kínálattól függ. Tehát ha ekkora az igény, akkor továbbra is folytatódik a nagyüzemipari állattartás, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Jelenleg ezeket a tényeket tudjuk, az eselhető kiirtása a szoros makatartás miatt, mivel a takarmány növényekkel etetik őket, a takarmány növények minél gyorsabb növekedéséhez sok műtrágyát használnak. És ezek a talajba és a vizekbe jutnak. Az égetés a több CO2 jut a levegőben szoros marhák emésztőrendszeréből, mert a fák megkötik a CO2-t, el is tárolják. Mindegyik gáz üvegházhatású, és ez a globális felmelegedéshez vezet. Az erdő felégetését nem tudják irányítani, több hektárnyi területek égnek le. Az esőerdők legnagyobb fajgazdagsági területe, rengeteg csak ott élő állatok, növények a lakatban. A biodiverzitás, vagyis a sokszínűség csökken, és a növények nélkül szintén növekszik a CO2 szint. Egy metán molekula 23 szén-dioxid molekulával ér föl. 2002 és 2009 között a Földről Franciaországnál nagyobb esőerdőket írtanak ki, és ez azt jelenti, hogy naponta 20 hektárnyi, azaz 28 focipályányi terület tűnik el az esőerdőből. Ha kevesebb húst fogyasztunk, az esőerdőket védjük meg.